Zenei produkciókkal indult a 13. nemzetközi művész találkozó, Blitz kiállítás és alkotótábor ünnepélyes megnyitója a Fehérló Közösségi Ház színház termében. A képzőművészeti tárlatra 33 alkotó érkezett, akik idén is elhozták magukkal legújabb festményeiket, grafikáikat, szobraikat, sejemképeiket, kerámiáikat, fotóikat, fafaragásaikat. Úgy válogattam össze a társaságot, hogy valami újat hozzanak, valami szépet, sejemfestők, az egyik ezotériával foglalkozik, a másik a tanárképző főiskola docense, akinek nagyon szép munkái vannak. Aztán olyan szerencsém volt, hogy Szíriából is van itt egy olyan, aki a tányért elküldte, sajnos nem tudott itt lenni, mert neki 5 napra el kellett mennie. De hát nem baj, tulajdonképpen mi a munkáira vagyunk kíváncsiak. Ha nincs is itt a művész, azért a keze munkáját mégiscsak adja. Úgyhogy ő is, akkor Párizsból van 3 ember. Az egyik az olyan, hogy tájképfestő, a másik 2 pedig csendéleteket fest. A mindössze egy hétvégén tartó kiállítás évről évre nagy élményt jelent a világ különböző pontjairól ide sereglett művészek számára, hiszen rendszerint kiegészül közös kirándulásokkal, alkotótáborral. Az itt készült munkák képezik az alapját a következő évi kiállításnak. De nem csak az alkotások kerülnek vissza, hanem maguk a művészek is szívesen ide látogatnak újra családjukkal együtt. Itt az alkotótábor, ami nekünk van, az egy teljesen szabad akaratú, szabad foglalkozás, hogy úgy mondjam, nem úgy iskolarendszer szerint, hogy reggel 8-kor be van a skatujázva, és estig ott kell dolgozniuk, és akkor itt kell hagyni a munkájukat. Nem. Mi nem vagyunk már gyerekek, mindegyiket beskatujázni nem lehet. Megmutatom, hogy milyen érdemleges helyek vannak, amit tényleg érdemes festeni, vagy rajzolni, vagy valami, és akkor visszajönnek családostól is, és élvezik a természetet a sziget közt.